Tavaszi hagymások a legfantasztikusabb olyan növényeink, amelyek egy kis szint, egy kis virágzó ékszerdobozt teremthetünk meg az előkertjénkben vagy az utcafronton. Itt most azt látjuk, hogy különböző színekből állítottam össze egy olyan tavaszi hagymás kollekciót, amelyet tavaly szeptember környékén ültettem el. Látjuk, hogy a színek úgy vannak összeválogatva, hogy bármilyen színt is választottam, azokat mindig egy csoportba tettem. Tehát csak úgy, mint a többi egynyárinál, vagy bármilyen más cserjefoltnál, nagyon fontos, hogy a tavaszi hagymásokat is, tehát a tulipánokat, a fürtös gyöngyikét, vagy bármilyen más olyan növényt, amelyet ősszel ültetünk el, és aztán tavasszal hagy ki, feltétlenül figyeljünk oda, hogy az azonos színeket lehetőleg egy csokorba tegyük, és mondjuk azért egy 3-5 négyzetméteres területen belül 3-5 növénynél azért lehetőleg több ne legyen, hiszen nagyon könnyen bazári tarka hangulatot tudunk vele teremteni, és hát nem ez a cél, hanem az, hogy letisztult, szép nagy egységes színes foltok alakuljanak ki. Mivel hogy ez egy utcafront, ezért ezt nagyon sokan ugye az autóból látják, illetve vagy a trolibuszról, buszról figyelik, és nagyon fontos az, hogy az ő számukra feltétlenül az látszódjon a trolibuszról, vagy a kocsiból, vagy hogyha sétálnak, vagy kerékpároznak, hogy egységes, szép nagy foltok vannak itt. Tehát az, aki tavaszi hagymásokat ültet, az a telepítésnél mindig figyeljen erre oda, és akkor egy ilyen gyönyörű szép virágzó utcafront részletet tud vele megteremteni.